Önök a Dunaföldvár Televízió szeptember 13-ai adását látják. Jó estét kívánok! A mai Földvár mozaikban a következő témákkal foglalkozunk. Hosszú évek gyakorlata már, hogy az iskola kezdésre különleges figyelmet fordít a rendőrség. Minden reggel, illetve délután a frekventált időszakokban a kollégáim, illetve amennyiben van lehetőség mód, ugye polgárőrséggel karöltve jelen vagyunk az iskolák környékén. Próbáljuk a diákokat, még egyszer mondom, illetve sajnos a szülőket is afelé terelni, hogy ne következzen be baleset. Az Ocsó Macsó lesz a Szüreti Fesztivál sztár vendége. 8 órától a fergeteges Ocsó Macsó együttes koncertje a nagyszínpadon. Én szerintem egyre többen ismerik már ezt a zenekart. Egy nagyon hangulatos, nagyon lendületes, igazán fesztivál hangulatot teremtő muzsikát játszanak. Én mindenkit arra buzdítok, hogy aki nem is ismeri, jöjjön, hallgassa meg, tényleg fantasztikus hangulatot csinálnak, és nagyon-nagyon jó koncertet. Tehát este 8-kor az Ocsó Macsó együttes koncertje a nagyszínpadon. A letelepedési támogatás egy újabb érv a Dunaföldváron maradáshoz. Közlekedés, munkahely, gyerekünk, hogy fog tudni itt majd tanulni, oviba járni, iskolába, illetve hát ha úgy van 18 éves koráig igazából ki se kell mozdulni a városból, van gimnázium is. Aztán ha még tovább megy, akkor azért könnyebben tud innen többfele tud menni iskolába, akár Pest, Kecskemét, Pécs, busz ugye mindenhova elvisz. Érdekes program lesz a hétvégén Dunaföldvár alulnézetből. Földvár alulnézetből, tehát a várból indulunk délután 4-kor, várbörtön, várpince, aztán az öreg templom pincéje, ahol szintén érdekesség van, hiszen a szentély alatt egy temetkezési hely van. Azt is meg lehet nézni, aztán bemegyünk a Rozmaringus udvarházba, aztán a gimnázium volt Ferences rendi kolostor pincébe is bemegyünk, ott mindjárt 2 is van, roppant érdekes egyébként. Népszerű volt a második Dunaföldvári Boilis verseny. Ez egy komoly létszám, hiszen csapatonként 3 fő. Az azt jelenti, hogy erre a hétvégére, erre a szakaszra, a híptól lefelé terjedő szakaszunkra 36 embert leültettünk, családok, barátok jöttek ki hozzájuk, főztünk, minden nap volt egy meleg ebéd, tehát teljesen jól ki volt használva. Aktuális rendőrségi ügyekről kérdeztük Kulcsár Szabolcs, a Dunaföldvár rendőrparancsnokát. Véget ért a nyár. Kérem, alezredes volt a nyár utóbbi 1-2 hónapját, néhány fontosabb eseményét foglalja össze számunkra. Így van, köszöntöm a nézőket. Gyakorlatilag ez a nyár, az ősz eleje, ez a rendezvényeknek az időszaka. Ugye mindenhol falunapok, most a születi fesztiválok elején állunk, különböző szabadtéri rendezvények vannak Porondon. Maga a tapasztalat? Nagyon sok helyen ugye mi biztosítottunk rendőri jelenlétet, biztosítottunk a rendezvények időszakára. A tapasztalat alapján a kora esti vagy a késő esti időszakban voltak különböző problémák egy-egy rendezvényen, most nem emelném ki, hogy melyiken, ahol már úgymond az italozás hatására egyes emberek kicsit erősebbnek gondolták magukat, és ez úgynevezett garázdaságban, vagy testi sértésben, vagy kültéren rendbontásban nyilvánult meg. Itt kellett beavatkoznunk, elkezdeni egy eljárást, akár előállítással, akár egy büntető eljárás kezdeményezésével. Itt azért megragadnám az alkalmat, hogy még van előttünk 1-2 rendezvény. Itt felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy mindenki mérsékelten fogyassza az alkoholt, illetve hogyha olyan mélység belemerül a jóba, hogy így fogalmazzak, akkor mindenkinek azért van egy partner, vannak hozzátartozók vagy barátok, akkor legalább ők vegyék a fáradtságot, hogy vigyék haza, vagy próbálják olyan helyre vinni, hogy ne legyen ebből különösebb gond. A másik, ami ehhez társul, az maga az italfogyasztáshoz, az ittas járművezetés. Itt is sajnos kellett intézkednünk olyan személlyel szembe, bár többször, több soron, több helyszínen nyilatkoztunk, illetve lassan már a médiában mindenhol ez folyik, hogy alkohol befolyásoltság alatt ne vezessünk. Ez szintén ugye attól függően, hogy milyen mértékű ez az italfogyasztás, különböző paraméterekkel büntetőeljárás vonhat maga után. És még egy dolgot emelnék itt ki,
itt ugye most is szüreti napok előtt vagyunk, bizonyos utcák, utcaszakaszok lezárásra kerülnek, az emberek ugye megközelítik ezeket a helyszíneket, itt is ez lesz, itt a parkolás, a parkolási lehetőségek csökkennek. Tehát itt azt mondom, hogy mindenki próbáljon úgy közlekedni, megállni, hogy az a hatályos jogszabályoknak megfelelő legyen, illetve gondoljunk arra, mert nagyon sokszor itt-ott hagyjuk szabadon az autónkat, hogy az mást akadályoz, nem csak jogszabályokat sért, hanem egyébként is az állagmegoldás, illetve az esetleges forgalom korlátozást is maga után vonhatja ezt a dolgot. Az ősz az iskola kezdési időszaka, gondolom ez is a szokásos visszatérő feladatokat jelenti az önök számára, hiszen gyakran látunk rendőröket az iskola előtt sétálni, különösen reggeli órákban. Így van, tehát ugye szeptemberre megkezdődött az ismételt tanítás az iskola. Itt próbáltuk felhívni a figyelmet, megszólítani a szülőket már korábban is. Ebben az időszakban is két úgymond nagyobb feladat hárul ránk. Az egyik az, hogy picit a nyári időszak szeszélyét még levetkőzve a normál közlekedésbe szólítsuk a gyerekeket, tehát magyarul ott menjenek át a gyalogátkelő helyen, ahol kell, ne szaladjanak át a kerékpárral, gyalogosan normális, normál körülmények között közlekedjenek. Ezt megragadva minden reggel, illetve délután a frekventált időszakokban a kollégáim, illetve amennyiben van lehetőség mód, ugye a polgárőrséggel karöltve jelen vagyunk az iskolák környékén, próbáljuk a diákokat, még egyszer mondom, illetve sajnos a szülőket is afelé terelni, hogy ne következzen be baleset. Itt szintén kitérnék egy dologra, ugye jó magyar szokás szerint a szülők nagyon sokszor a gyermeküket az iskola ajtóba próbálják kirakni, odavinni. Ne tegyük. Szintén fönntartjuk a forgalmat, ha baleset veszélyes, kilép a gyermek az autó mögül, éppen a másik nem ad elsőbséget, tehát fokozott veszélynek vannak kitéve. A másik szál, amit említettem, a másik fontos feladatunk, ugye minden évben az adott iskolához kollégáim, vagy adott kollégák iskolarendőrként vesznek részt. Ők időszakonként megjelennek az iskolákban, megjelennek az osztályokban, úgymond igazgatói, igazgatóhelyettesi vagy tanári felszólításra elmennek, tiszteletüket teszik idézőjelbe, próbálják itt is az olyan kisebb csintevéseket, rendbontásokat orvosolni, kezelni. Itt azt kérném szintén az iskolától, illetve a szülőktől, vagy akár a gyermekektől, hogy amennyiben egyenruhás kollégákkal találkoznak, egész nyugodtan, bátran, ha problémájukon szólítsák meg, próbálják orvosolni a kollégák ezeket a gondokat, problémákat. Az ősz során még javába tart a terménybetakarítás, gondolom a határ is fókuszba kerül még ilyenkor. Így van, itt is több rétű feladatunk van. Ugye van az úgynevezett szabálysértési értékre elkövetett lopások, illetve ez lehet egy bűncselekményi érték, és ugye 50 ezer forint a határ. Itt felvettük a mezőőrökkel, mezőőrvezetővel, polgárőrökkel már a kapcsolatot, illetve a gazdákat is rajtuk keresztül próbáltuk megszólítani, hogy legyenek nagyobb tekintettel a külterületre, nagyobb figyelemmel, amennyiben olyan személyt, autót látnak, ami gyanúsan viselkedik, vagy esetlegesen intézkedni kellene, akkor keressenek minket. Ezt ugyanúgy ismételten megragadom az alkalmat, és mondanám a gazdáknak, hogy keressenek minket. A másik dolog pedig ugye minden évben több alkalommal próbálunk a külterületre fókuszálva egy-egy külterületi akciót szervezni. Ez az idén is így lesz. Az, hogy mikor, pontosan milyen időszakban, ezt majd összehangolás kérdése még a közeljövőben. Itt ennek is az a cél, egyrészt figyelemfelhívás, másrészt pedig próbálunk úgymond egy picit már a tél elé is belemenni a falopások időszakában. Az elmúlt hónapok a bűnesetek rendőrségi beavatkozások szempontjából, amint itt a városban tapasztaltuk, nyugodtan zajlott, nem hallottunk rendkívüli eseményekről. Mondom, ez nem jelentett az, hogy semmi nem történt. Így van, aránylag nyugodtan telt az adott időszak, bár bűncselekményben, sajnos több bűncselekményben is ismételten el kellett rendelnünk nyomozásokat. Az előbb egy fél mondat erejéig már beszéltünk arról, hogy a rendezményekhez kapcsolódóan egy garázdasági testi sértés kapcsán sajnos intézkedtünk, volt eljárás,
volt olyan, ahol kábítószer kapcsán fogyasztás miatt kellett intézkednünk járművezetővel kapcsolatban. Itt szintén elrendelt nyomozásról van szó. Volt olyan, ahol erről is már több alkalommal beszéltünk, hogy internetes vásárlás történt, és maga a vevő az ugye megvásárol, kifizette az adott terméket, megkapta, de nem azt, és nem olyan értékbe kapta, amit ugye ő várt, vagy rendelt. Ez ugye egy csalást van maga után, itt is eljárást kezdeményeztünk a történetben. Az idei esztendőben két naposra tervezik a születi napokat. Közeledik a születi fesztivál időszak, a városok egyik legrangosabb kulturális eseménye, hosszú évtizedek tradícióira tekint vissza. Kuriózum érdekesség ebben, hogy ekkor történik egy Guinness rekordkísérlet városunkban is. Pataki Dezsővel, a művelődési házigazgatójával beszélgetünk. Kérem, beszéljen a napi programokról. Igen, szeretettel köszöntöm a nézőket. Itt a szeptember, elérkeztünk ismét a Szüreti Fesztiválhoz. Idén egy picit másképp lesz, mint a korábbi években megszokhatta a kedves közönség, de tényleg csak egy kicsit. Szeptember 23-án és 24-én, pénteken és szombaton rendezzük idén a Szüreti Fesztivált. A vasárnapot meghagyjuk pihenő napnak, a szervezőknek is és a város lakosságának is, tehát pénteken és szombaton fognak bonyolódni a Szüreti Fesztivál programjai, és valóban ezzel majdnem párhuzamosan egy kicsit fáziskéséssel pénteken délelőtt 10 órától palacsinta sütő rekord kísérlet a Dunaparton, a kempingben, tehát a két rendezvény nem egy helyszínen lesz, a palacsinta sütése a Dunaparton pénteken 10-től szombat délelőtt 10 óráig, a fesztivál pedig pénteken délután kezdődik, mégpedig egy roma kulturális délutánnal kezdődik az idei fesztiválunk, egy pályázat folytán kerül sor erre a programra, tehát pénteken délután 17 órakor a nagyon remek Bátai Tambúra zenekar fogja szórakoztatni a kedves közönséget, és aztán 18 órától a már hagyományosnak mondható nóta és operett gála a fesztivál sátorban, amelyen közreműködik Tarnai Kis László, Csuti Csaba, Mendi Milán, Szávrovics Gabriella, az est háziasszonya Morvai Noémi, az MTV a szerkesztő műsorvezető és a műsort Olá Kálmán és zenekara kíséri. Ez lesz tehát a péntek délutáni, péntek esti program. Aztán szombaton reggeltől késő éjszakáig a programok sora a rendezvényünkön. 10 órakor kezdődik a hagyományos szüreti ízei főzőverseny a Rákóczi utcában. Egyébként az egész fesztivál helyszíne a Kossuth Lajos utca, hogy ezt már tavaly előtt megszokhatta a kedves közönség. Két színpadot fogunk állítani, az egyik a polgármesteri hivatal előtti sátorban, tehát a fesztivál sátorban, a másik pedig a Gábor Pár utca, Kossuth Lajos utca sarkán, a nagy színpad, ugye, hogy ez tavaly is volt, és mind a két színpadon lesznek programok. Tehát 10 órakor a szüretízei főzőverseny a Rákóczi utcában, szabad tűzön készült ételek, bármilyennel lehet nevezni, várjuk a családok, baráti társaságok, egyesületek nevezését, ez nagyon hangulatos, kellemes program, remek ételek szoktak készülni, és ugyan zsűri is lesz természetesen, sőt, nyeremények is lesznek, de igazából soha nem az a, tulajdonképpen nem az a lényeg, hanem egy nagyon hangulatos, jó baráti főzésre jön össze a társaság, tehát ugye szombaton délelőtt 10-kor. Közben pedig 10:30-től a nagy színpadon az Alma együttes koncertje. Én azt hiszem, hogy a kisgyerekes anyukáknak, apukáknak nem kell ezt a zenekart bemutatni, rendkívül népszerűségnek örvend kis országunkban ez a zenekar most már sok-sok éve, úgyhogy szombaton délelőtt 10:30-től a nagy színpadon az Alma zenekar koncertjét hallgathatják meg. Aztán 2 órakor indul a hagyományos születi felvonulásunk most, tehát szombaton és nem vasárnap, tehát szombaton délután 2 órakor néptáncosokkal, mazsorettekkel, fuvosokkal, kocsisokkal, lovasokkal, ahogy ez már lenni szokott. Nagyon-nagyon látványos, színes, népes felvonulás lesz várhatóan és reményeink szerint, úgyhogy mindenkit buzdítok, hogy minél többen jöjjenek és nézzék meg a születi felvonulást. A szokásos útvonalon megy a felvonulás, tehát a Piasztéről, a Vakbottyán térről indul a Mészáros utcában, feljön arra a városközpontig, itt lesz egy nagy tértánc, mazsorettek és a néptáncosok is táncolnak, és aztán utána megy ki a külvégre a menet, és a sárga gödörben végződik tulajdonképpen szintén tértánccal a menet, és aztán utána visszaérkeznek majd a művelődési házhoz, tehát 2 órakor lesz a felvonulás.
Három órától a színpad, a Mór ifjúsági fuvószenekari és a Dunaföldári Löffa Mazsoret csoporté. Ők fogják szórakoztatni a kedves közönséget közös műsorukkal körülbelül egy órán keresztül. Aztán remélhetőleg visszaér a menet addigra, és fél öttől a néptáncgála lesz a méltán népszerű Bartina, szekszárdi Bartina néptáncegyüttes és a Dunaföldvári Ördögszekér táncegyüttes adja idén a néptáncgálát. Természetesen élő zenekari kísérettel, ahogy az ilyenkor elvárható, tehát én azt hiszem, hogy egy nagyon szép színes néptáncgára lesz kilátás, tehát fél ötkor. Fél héttől a Győri Hoppári Együttes koncertje lesz a fesztivál sátorban. Ez egy olyan zenekar, akik a régi kávéházi hagyományokat felelevenítő muzsikát játszanak, remek jazzes világzenés átdolgozásokkal, és egy ismerős dunaföldvári énekessel, Pataki Annával, a két énekes közül az egyik. Tehát ez lesz a Hoppár Együttes fél héttől a fesztivál sátorban, és aztán 8 órától a fergeteges Ocsó Macsó Együttes koncertje a nagy színpadon. Én szerintem egyre többen ismerik már ezt a zenekart. Egy nagyon hangulatos, nagyon lendületes, igazán fesztivál hangulatot teremtő muzsikát játszanak. Én mindenkit arra buzdítok, hogy aki nem is ismeri, jöjjön, hallgassa meg, tényleg fantasztikus hangulatot csinálnak, és nagyon-nagyon jó koncertet. Tehát este 8-kor az Ocsó Macsó Együttes koncertje a nagy színpadon, és aztán 10 órától még DJ Gonda gondoskodik arról, hogy a hangulat továbbra is magasan maradjon, tehát DJ Gonda a fesztivál sátorban még 10 órától, hát addig, amíg táncoló közönség lesz. Természetesen kézműves vásár, játszóház és Vidámpark is várja a kedves közönséget, és borkóstoló Borutca idén kicsit változtatunk a korábbiakon, és a Tolnai Borvidék borászatait hívtuk meg erre a rendezvényre. Várhatóan 4-5 borászat jelentkezését, illetve részvételére számítunk, és úgy lesz a borkóstolás, hogy ugye a tavalyi előttéhez hasonlóan csináltatunk poharakat, azokat a poharakat a kedves közönség megvásárolhatja, és utána a borászatoknál pedig megveheti bele a bort. Én nagyon bízom benne, hogy beválik ez a forma, nagyon-nagyon sok helyen csinálják már ezt, és tényleg én azt hiszem, hogy érdemes bemutatni a Tolnai Borvidék borászatait, hiszen remek borokat lehet kóstolni, tehát ez lesz így. Természetesen a kiállításaink is látogathatók a fesztivál ideje alatt, amik a várban eddig is megvoltak. Egy új kiállításunk lesz, a Skic Művészeti Egyesület munkáit, festményeit láthatja a kedves közönség a Szerb templomban, tehát a fesztivál helyszínén is, és egyébként az Ispánáz galériában is megtekinthetők ezek az alkotások egészen október végéig. Tehát én azt hiszem, hogy minden közönségrétegnek mindenféle program, színes kavalkád várható ezen a hétvégén. Mindenkit nagy szeretettel várunk. A letelepedési támogatással elérte célját az önkormányzati szándék. Rafais Bokor Krisztinával beszélgetek, letelepedési támogatás itt Dunaföldváron. Honnan származnak? Én előszállási vagyok, a férjem meg Bölcskéről származik. No, és akkor hogy kötöttetek ki Dunaföldváron? Hát ez pont a félúton, tehát ezt találtuk így a legjobbnak, illetve azt is megnéztük, hogy a továbbiakban az életünkben hogy tudnánk legjobban élni, úgymond. Tehát így a közlekedés, munkahely, a gyerekünk, hogy fog tudni itt majd tanulni, oviba járni, iskolába, illetve hát ha úgy van, 18 éves koráig igazából ki se kell mozdulni a városból, van gimnázium is. Aztán ha még tovább megy, akkor azért könnyebben tud innen többfele tud menni iskolába, akár Pest, Kecskemét, Pécs, busz ugye mindenhova elvisz. Dunaföldvár egyébként régi ismerős? Igen, hát nekem a dédimamám is ebben az utcában lakott, és hát szinte napi szinten átjártunk itt, illetve ide jártunk az apróbb dolgokat is, bevásárlás, kisebb ügyintézés, úgyhogy hát szinte itthon vagyunk. És akkor így meglett ez az ingatlan? Igen, hát elég sokat megnéztünk, de erre esett a választásunk végül, hogy itt közel vagyunk a központhoz, de azért csendes utca, úgyhogy megújul a környék is, úgy vettük észre. Férjemnek jó a busz, ugye az erőműben dolgozik, és innen az alsó utcáról tud menni dolgozni,
Hát én még gyesen vagyok, majd későbbiekben ma lesz. És akkor nézzük az utat a letelepedési támogatáshoz. Honnan volt róla tudomás? Hát igazából itt a Földvár TV-ből az egyik családtagunk hívta rá fel a figyelmet, hogy van ez a lehetőség, mi onnan tudtuk meg, mert nekünk nincsen a kábel TV, és hát ő látta, és ő szólt, hogy van, és úgy néztünk utána, hogy akkor hogy is megy ez a pályázat. Akkor be kellett menni az önkormányzathoz? Hát az interneten nyomtattuk ki a papírt, és utána mentünk be az önkormányzathoz, igen, a bizonyítványokkal, akkor ugye, hogy ide kellett már, hogy bejelentkezve legyünk, tehát csináltattunk új személyigazolványokat is, ahogy meglett itt a szerződés, azzal mentünk és csináltuk a papírra, igen, amit kellett. Ez bizonyos kötelezettségvállalásokkal jár, mifélék ezek és könnyen vállalhatóak-e? Hát igazából 5 évig van az az 500 ezer forint ráterhelve az ingatlanunkra, utána csak le kell vetetni a jelzálogot, és ennyi volt. Illetve az, hogy ugye a gyermekünk 8-os koráig ide jár iskolába. Hát amit igazából itt is tervezzük az életünket, tehát nem egy nagy nehézség egyik sem. És ennek az összegnek van-e helye? Egy ilyen ingatlant vásárlás után, felújítás előtt gondolom van. Ajaj, nagyon megvan a helye, igen, úgyhogy nagyon örültünk neki, hogy ez egy plusz bevétel, úgymond, mert hát fel kell újítani itt a házunkat, úgyhogy el tudjuk tenni. Van, tehát sok mindent kell csinálni házon. Esetleg valamilyen dilemmában segítette ez a lehetőség, ez a letelepedési hozzájárulás, netán, hogy Bölcskén előszállásom volt Földváron, akkor Földvár mellett szólt ez, vagy csak később jött az info? Igen, hát ez már folyamatban volt itt a házvétel, akkor jött az info, úgyhogy, de mindenképpen jól jött, mert sok mindent kell csinálni. Tehát mi a menet közben ért minket ugye ez az információ, de attól függetlenül jól jött. És a távolabbi jövőt is Földváron képzelik, vagy csak ameddig a kötelezettségvállalás szól? Nem, hát nekünk itt vannak terveink, úgyhogy tehát minden jól megy, akkor majd én itt szeretnék dolgozni. A férje minden jár szerintem továbbra is ugye az erőműbe, és hát a gyerekünket is itt szeretnénk, hogy járjon iskolába, tehát itt szeretnénk úgymond megöregedni is. És a gyermekvállalás az 1, 2, 3? Hát egy van, és még szeretnénk még egyet. Úgyhogy 2 szeretnénk összesen. Lipták Tamással beszélgetek most, mint a Dunaföldvár képviselőjével. Nemrégiben készítettünk egy interjút a letelepedési támogatás kapcsán, most már ennek gyakorlati megvalósítására került sor. Ez az első? Hát ez idejév az első eset, így van, amikor ezt a letelepedési támogatást a városképviselő testülete jóvá hagyta költségvetésében, és hát ez az egyik család, ahol most szerencsésen befogadtak minket, és hírt adtak annak róla, hogy megkapták ezt a támogatást. Kezdjük messziről, nekifutással. Mekkora ennek a támogatásnak a híre, érdeklődés van-e iránta? Hát én úgy hallottam a hivatali berkeken belül, meg jó magam is, személyesen is hallottam, hogy nagyon komoly az érdeklődés iránta, úgyhogy bízunk benne, hogy ennek komoly reputációja lesz, akár így általatok is. Amikor benyújtanak egy ilyen támogatási kérelmet, akkor elbírálni kell, kik bírálják el, és milyen szempontok szerint? A képviselőtestületnek a szakbizottsága, ugye a hosszú nevű Oktatási, Szociális, Kulturális, Egészségügyi Bizottság és Sportbizottság bírálja el ezt a támogatást. Megvannak a peremfeltételek, ugye, amit a múltkori riportban elmondtam, és akkor annak mentén volt a bírálata ezeknek a kérelmeknek. Az összegről is akkoriban volt dilemma, végül is 500 000 forintban, 500 000-ben rögzítődött ez, nem fog változni? Hát nézd, ez sok kérdést vet elő. Én azt gondolom, hogy az idén össze le fogunk ülni, megbeszéljük, aztán pedig majd a költségvetés tervezésénél. Én, mint ahogy a legutóbbi riportban is elmondtam, annak már nagyon örülök, hogy egy ilyen támogatás létrejött. 3 család, aki nem is dunaföldvári, beköltözött Dunaföldvárra, tehát gazdagodott, tehát ezt a célt kvázi elérte. Többiek ugye mind dunaföldváriak, tehát itt helyben, de új ingatlant, új családot, fészket alapítottak, sikerült ezzel.
létrehozniuk, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha híre megy, az előző kérdésre, hogy még kerekebben válaszoljak, híre megy, és adott esetben nagy lesz az érdeklődés iránta, és adott esetben a város költségvetése bírja, lehet ezt az összeget adott esetben növelni, vagy a kérelmezők létszámát följebb tolni, vagy pedig ugye az összeget emelni. Ez én azt gondolom, hogy majd a költségvetési meccsnél fog eldőlni. Van erről valami információ vagy tapasztalat, hogy ez az összeg pusztán abban segít, hogy a letelepedést, vagy abban is, hogy Földvár mellett döntsenek? Hát én azt gondolom, hogy ezt inkább a kérelmezőktől kellene megkérdezni. Minek után azt beszéltük, hogy 5 millió volt az idén erre a keret. Heten jelentkeztek, mind a heten megkapták. Szerintem elég komoly az érdeklődés. Most, hogy ki hogy dönt, hogy most ő letelepedik, beköltözik, vagy esetlegesen, ha már az maga, hogy itt marad a városban és a szüleihez közel, én azt gondolom, hogy az is egy nagyon jó döntés, és jó, hogyha ezt tudjuk támogatni. Aki megkapja ezt a támogatást, bizonyos kritériumoknak meg kell felelnie, sőt utána vállalásokat kell tennie, ezek a vállalások is le vannak írva, ezek kielégítőek, kell rajta változtatni, vagy megfelelőnek bizonyulnak? Én azt gondolom, hogy azok a perem feltételek, amik lelettek fektetve, amit hosszasan tárgyaltunk két, illetve több soron is, ugye szakbizottság is, testület is, kielégítőek, más településeket is, ugye például vettünk más települések ide vonatkozó rendeleteit is. Nem hiszem, hogy ezen változtatni kell. Ha úgy tűnik majd, akkor esetleg elénk kerül, nyilván fogunk erről beszélni, de én azt gondolom, hogy nem kell ezt most bolygatni. Nézzük akkor ezt a konkrét esetet, itt állunk az udvaron, úgy tűnik, hogy van helye a felújítás előtt álló házban ennek a 1,5 millió forintnak. Hát van, én most körbe szemléztem, így van a családi házat, van helye, ahogy te is elmondod, de jó helyre kerül. Én azt látom, egy fiatal család, kisgyermekkel, tehát ennél jobb helyre nem is kerülhet ez az összeg. És teljesülnek a feltételek, gazdagodik Földvár is egy családdal. Hál' Istennek, így van. Ezúttal is köszönöm tényleg a többi képviselőtársamnak is, hogy annak idején emellé az ügy mellé álltak. A hétvégén különleges kulturális programmal várják a földváriakat. A hétvégén kerül sor a kulturális örökség napjaira. Pataki Dezsivel beszélgetek, a rendezvény szervezőjével, főszervezőjével. Napjai, ez többes szám, hány nap? Alapvetően 2 nap, szombat és vasárnap, mi szombaton szervezünk programot. Én ezt a beharangozóban már említettem, én nagyon bízom benne, hogy sok emberhez elért, de úgy éreztük, hogy még egyszer rá kell egy kicsit erősítsünk, illetve azóta egy picit konkretizáltuk a dolgot. Tehát tulajdonképpen a kulturális örökség napján, szeptember 17-én szombaton 4 órától indítunk egy kultúrát, egy vezetett kulturális körsétát a városban. Volt már ilyen máskor is, ezt most egy picit mi megváltoztattuk. Tulajdonképpen azt a címet is adhatnánk neki, hogy Földvár alulnézetből, hiszen jelentős épületek pincéibe szeretnénk most levinni a látogatókat, olyan helyekre, ahova egyébként máskor nem lehet bejutni, és egyébként a kulturális örökség napjainak valahol célja is ez, hogy olyan kulturális örökséget, olyan épületeket mutasson meg a közönségnek, amiket egyébként máskor nem biztos, hogy megtehet és megnézhet. Tehát most mi ezt találtuk ki, Földvár alulnézetből, tehát a várból indulunk délután 4-kor, várbörtön, várpince, aztán az öreg templom pincéje, ahol szintén érdekesség van, hiszen a szentély alatt egy temetkezési hely van. Azt is meg lehet nézni. Aztán bemegyünk a Rozmaringus udvarházba, aztán a gimnázium volt, Ferences rendi kolostor pincébe is bemegyünk, ott mindjárt 2 is van, roppant érdekes egyébként. És aztán a Barátok temploma következik, ahol nem pincét nézünk, hanem egy nagyon érdekes festményt, amiről eddig nem is nagyon tudtuk, hogy mennyire értékes. Ez egy páduai Szent Antalt ábrázoló kép, és az az érdekessége, hogy Falkner Ferenc oltárkép festő készítette az 1700-as évek második felében. Ez a festő, ez a korának egy nagyon jelentős oltárkép festője volt, számtalan templom oltárképét festette, és minőségében vetekedett a nyugat-európai festőkkel. Tehát tényleg egy nagyon értékes festmény, és ennek az érdekessége és az apropója, hogy jövőre ezt a képet
Szabadkán restaurálni fogják, és aztán majd teljes pompájában megtekinthető lesz. Tehát most ezt is útba ejti ez a kulturális körséta, és itt a háta mögött látható szerb templomban lesz ennek a kulturális körsétának a végcélja, ahol is 6 órától a Dunajvárosi Skic Művészeti Egyesület kiállítását nyitjuk meg. Ez lesz a mi programunknak a záró akkordja, és itt a Kertbarátok Dunaföldvár Egyesülete várja majd a megfáradt körsétázókat, és egy kis borral és egyebekkel várja a kedves közönséget, és egyébként itt a mi programunk csatlakozik az Escape Kulturális Egyesület által szervezett programhoz, amit majd az ő képviselőjük mindjárt elmond. A végén ismételjük el, hogy aki ezen túrán részt szeretne venni, az hová menjen, mikor van az indulás? Az indulás szombaton délután 4 órakor van a várból, de örülnék neki, hogy előzetesen bejelentkeznének a művelődési ház telefonszámain, hogy tudjuk, hogy hány főre számíthatunk, de 4-kor ott leszünk és várjuk a túrázni vágyókat. És van idegenvezető? Természetesen idegenvezető, Fafkáni Simon Ildikó, az ő vezetésével fog ez a túra működni. Agárdi Kovács Attilával beszélgetek, az Eszkép műhely alapító tagjával, aki ezen kulturális örökség napján az egyik programnak a fő szereplője lesz. Régen beszéltünk az Eszkép műhelyről, kicsit távolról indítsünk. Mi a helyzet veletek? Kicsit hibernálódott az utóbbi években az Eszkép műhely művészeti akciócsoportunk. De így az Arszakra Fesztivál, amelynek már 2011-ben egyszer voltunk külsős helyszíne, és ugyanitt a Rász templomban, akkor a Meditáció című kiállítással szerepeltünk a fesztiválban. Azóta is voltak lappangó vágyaink, hogy újra rácsatlakozunk erre az áramlatra, mert egyrészt hát így fontosnak érezzük azt, hogy tovább folytassuk a tevékenységünket. Ugye az összes egyesületi tagnak megvan a saját gondja, baja, családja, munkája, egyéb ügyei, de azért időre így újra születik egy-egy ilyen rendezvény alkalmával. Tehát felmelegszik így az Eszkép műhelynek a tevékenysége. Az Arszakra Fesztivál az különösen szívügyünk. 2007 óta létezik ez a fesztivál, ez egy országos sekínőte magát. Budapesti indítású, kimondottan szakrális művészeteket felkaroló, vagy szakrális művészettel foglalkozó alkotókat felkaroló összművészeti fesztiválról van szó. Ami hát azért nagyon-nagyon jelentős, én úgy gondolom, a magyar művészeti életben, mert az egyház művészet vagy a szakrális művészet az egy kicsit olyan mostoha ágon vagy mellékágon vergődik sokszor. Sajnos az egyház lett az egyik legnagyobb gizsgyártó, ezt ugye senki nem vitatja. De egy ellentpontként én azt gondolom, hogy ilyen egészséges vágy van a mostani kortárs művészekben, meg komolyan alkotó munkát végző emberek szívében arra, hogy ezt a képet egy kicsit átformálja így a közízlésben. És mi is egy rendhagyó produkcióval készülünk most erre a fesztiválra. A fesztiválnak egyébként egy alap célja, a fesztivál létrehozói által is megfogalmazott alapgondolat, hogy kapcsolatot szeretne építeni az ország különböző részein dolgozó és alkotó művészekkel, és ennek jegyében mi is összekötetésben leszünk virtuálisan a Bajóti Római Katolikus Templommal, ahol szombat este egy Vivaldi koncert lesz, amit itt láthat és hallhat a közönség. Viszont a mi produkciónkat, ami pedig egy ilyen báb performance leállítás képében fog megjelenni az ikonosztáz előtt, ezt pedig Bajóton fogják, és természetesen itt a helyszínen is látni. Vasárnap ugyanez lesz a helyzet. Vasárnap Bajóton egy Bach koncert lesz, Vázsonyi János a Drums együttesnek a szaxofonosa fog Bach-át iratokat játszani. Nálunk pedig egy festőművész és egy grafikus művész barátunk, a Nagy Dénes és a Nagy Katalin Matild által bemutatott festék és homokanimációs kis produkció lesz látható. Nekünk az Eszkép művész számára ez egy ilyen hát tulajdonképpen nagyon fontos az Eszkép művésznek a listáján ez a dolog, mert felfűződik már egy ilyen hagyományként a Rász templomhoz kötődő tevékenységünknek a füzérére. És akkor mint rendezvényről azért kössük az időpontokat, tehát szombatról és vasárnapról is külön-külön rendezvényről van szó. Hány órakor és mi az egy-egy szóban? Szombaton este 7 órakor kezdődik
A Bajóti templommal közösen egyrészt ugye a koncertnek az itteni hanganyaga és a vetítése. Ezzel párhuzamosan fog zajlani az Eszkép Műhely művészeti akciócsoport Bábképek a Szentély Peremén című performansza. Vasárnap pedig a Bajóti Várzsonyi Bach koncerttel közösen Nagy Dénes festőművész és Nagy Katalin Matild grafikus művésznek a festék és homok animációs produkciója. Vasárnap hány órakor? Vasárnap este 7-kor szintén. A hétvégén 72 órás bojlis versenyt tartottak a Kisdunán. Kis Lajos Csabával beszélgetek itt a Kisduna partján, a vadvízi bojlis verseny után állunk, és egy furcsa számtannal kezdjük. 12 csapat nevezett, ebből 8 csapat lett 5. Hogy alakul ez, és mi köze ennek a statisztikának, számtannak a halfogó eredményhez? Hát ugye egy nagyon kellemetlen holt verseny alakult ki, hiszen ez a 8 csapat sajnos most a 3 nap alatt nem tudott értékelhető halat fogni. Ez azt jelenti, hogy 2,5 kilónál nagyobb pontyot, amúrt vagy esetleg compót, viszont az első 4 csapat az azért elég szép halakat fogott. Úgyhogy ez így alakult ki. Egyébként ez volt a második ilyen úgynevezett vadvízi bojlis versenyünk. Tavaly évben hatalmas 12 csapat részvételével zajlott, elég jó hangulatban, nagyon szép, csodálatos időjárás mellett. Aki nem szakértő és nem tudja, mi az, hogy bojlis, magyarázzuk el neki. A bojli egy Angliából származó horgászati módszer, egy horgászcsali. Igazából egy nagyon magas fehérje tartalmú golyóról van szó, ami lassan oldódik a vízben, és egy speciális módszerrel kínálják fel, egy úgynevezett önakasztásos módszer, ami azt jelenti, hogy a csali egy hajszál előként van a horog mögé kötve, és a hal ezt nem érzékeli a veszélyt, beszippantja a szájában, és amikor ki szeretné köpni, akkor a horog, mivel egy súlya van ellensúlyozva, bele rántja végül is a saját szájába. Igazából ez ugye úgy mondhatjuk, hogy nem teljesen tisztességes a halakkal szemben, viszont ennek a módszernek a legnagyobb lényege az, hogy ezeket a halakat általában visszaengedik a vízbe, ez az úgynevezett catch and release módszer, hogy fogd meg és erezd vissza, ez is Angliából kezdett elterjedni egy 25-30 évvel ezelőtt. A mi versenyünkön egyébként is a kiírás része volt, hogy a kifogott halakat nem lehet megtartani, tehát valamennyi hal ficánkol és úszkál a vízben. És még mindig, mint horgász szakértelem, mi az oka annak, hogy az idén ilyen kevés halat fogtak? Tavaly nagyon nagy mennyiség volt. Több oka is lehet, hát hal szerencsére van a vízben, hiszen rengeteg nagy testű halat láttunk a verseny alatt is mozogni. Viszonylag magas a vízállásunk, és ez azt jelenti, hogy olyan helyeken el tudnak bújni a halak, ahova a horgász csalit nem tudunk bejuttatni. Ágak között, az erdőben kint van a víz, kint vannak a halak, ugye ez egy természetes paradicsom nekik, hiszen bogarakat, lepotyogó gyümölcsöket, mindenféle olyan tápanyagot találnak, ami ugye ezért természetesebb. De mondom, szerencsére sikerült néhány halat fogni, és volt köztük egy nagyon szép 7 kiló 20 dekás pont is. Egy horgász elkeserít, hogyha nincs fogás, vagy nem, mert mondják sokan, hogy nem a hal a lényeg. Van, akit elkeserít. Én azt gondolom, hogy ez is egy természetes dolog, de az igazi horgászt inkább motivál, hiszen elkezd gondolkodni, hogy akkor mit csinálok rosszul, mit kellene változtatni, ha nem is azon a horgászaton, egy következő már ezeket a tapasztalatokat le tudja szűrni, és esetleg eredményesebb lehet. Mint egyesületi vezetőnek, mint szervezőnek azonban az nem cseng rossz, hogy 12 csapat nevezett, ez jelentős szám. Igen, ez egy komoly létszám, hiszen csapatonként 3 fő. Az azt jelenti, hogy erre a hétvégére, erre a szakaszra, a hídtól lefelé terjedő szakaszunkra 36 embert leültettünk, családok, barátok jöttek ki hozzájuk, főztünk, minden nap volt egy meleg ebéd, tehát teljesen jól ki volt használva. Nem mellékes az se, hogy ennek a versenynek elég komoly nevezési díja van, hiszen 30 ezer forint a versenynek a nevezési díja csapatonként, ezen kívül hát ennek szerintem néhány csapat a sokszorosát etetőanyagban, csaliban is elköltötte, de hát a bevételből az egyesületünk tud gazdálkodni, és hát szép díjakat osztottunk, és még mindig marad egy pár mázsahal telepítésére is pénzünk belőle. Egy nevezőnek, egy versenyzőnek miért éli meg ezért 30 ezeret kifizetni?
Igazából az élmény. Ez azt gondolom, hogy nem egy jelentős nevezési díj egyébként a miénken, mert a nagy komoly országos versenyeken ennél sokkal nagyobb. Például a balatoni nemzetközi bojlis versenyen 1000 euró a nevezési díj, igaz, ott a fődíj is 10 000 euró, nálunk csak 60 ezer forintos vásárlási utalvány volt, és kupák, tárgyutalmak, oklevelek. Tehát, de nem is igazából ez a lényeg, hiszen egy ember, ha nyer is, az egy dolog, visszakapja a nevezési árát, viszont a lényeg az, hogy itt jól érzik magukat, szabadidőt hasznosan töltik el, és hát ez egy hobbi igazából. A verseny egyesületi tagok számára van meghirdetve, vagy bárki jelentkezhet? Nem, ez egy nyílt verseny, nem csak Dunaföldváról, Dunaegyházáról vagy Soltról, hanem jöttek Száról, például Budapestről és Akasztóról is csapatok. És akkor itt a végén nézzük az eredményeket. Hát a negyedik helyezett lett a Halfanatic Carp Team, a Nikli Bélának a szponzorált csapata. Ők egy 3 kg 10 dekás pontot fogtak, Luscsik, Lajos, Sultes, Géza és Felker Miklós. A harmadik helyezett lett az O-Point Team, Kis Lajos Csabával, Pala Attilával és Úr Tiborral. 6 kg 40 dekát fogtunk, két szép pontot. A második lett a Punti Gamer Carp Team, Sultejsz Attila, Müller Attila és Farkas Zoltán, ők is körülbelül 6,5-7 kilót fogtak, és hát az első azért egy remek fogás volt, K+1 Carp Team néven, tavaly is ők nyertek, horgászaink egyébként Reichert János, Obornyik Zoltán és Obornyik Dávid, 22 kiló volt az összfogásuk, és köztük egy nagyon szép 7 kilós pontot is ők fogtak a legnagyobb alatt. Reichert Jánossal beszélgetek, aki ezt a többnapos versenyt megnyerte, hogy mi zajlott ez a verseny, és kérem mutatkozzon be pár szóval szakmai múltját tekintve. Hát a horgász kultúrám az 3 éves korom óta kezdődött. Elsőnek úszós horgászatként, majd szépen meccsbotos horgászatként, így kerültem végleg a bojlis horgászversenyként, amiben csatlakoztam ebbe a 72 órás rendezvényre, amit itt rendeztek meg önöknél. A versenyről annyit szólnék, hogy egy erős, nehéz vizen zajló horgászverseny volt, több napon 72 órán keresztül zajlott, és nagy nehéz küzdelemmel sikerült az első helyet megszereznünk. Dunaegyháziként gondolom nem ismerten a kis Duna vize, most szerényebbek voltak a fogások, mi lehet az oka? Igen, tavaly is meg volt rendezve ez a bojlis horgászverseny, amin részt vettünk, ott több fogással dizsekedhettek a horgászok. Hát ez az idei év, ez igen, kevesebb fogással sikerült mindenkinek. És akkor nézzük pontosan ezt a nagy halat, ami pontosan mekkora volt, és hogyan sikerült kikapni a vízből? Hát igen, ez a nagy hal azért kérdéses, mert ugye ez a vadvízen ez a 7,26 kg-ú gyönyörű szép tőpont, ez nagy halnak számít, más telepített vizeken ugye nem nagyon becsülik ezeket a halakat, de nekünk ez a hal, ez gyönyörű halnak számított, ami egyben megnyerte az első helyet is. A telepített vízi vagy a vadvízi hal között sportosságban van különbség, izomzatban, erőben? Abszolút, abszolút. Én előnyben részesítem a dunai horgászatot, pontosan ezért, mert egy szívósabb, erősebb halakkal találkozhatunk. Saját horgászmúltban ez az első helyezettség, ez mekkora siker, mekkora rang? Hát ugye második bojlis horgászverseny rendezték itt, az elsőt is mi nyertük, és egyben a legnagyobb halat is én hoztam el, úgyhogy nekem pont ezek az első helyek voltak a legjobb. És hogyha 3 éves korig tekintünk vissza, akkor az eredmények tekintetében ez a mostani hol szerepel? Hát kisgyerek koromban azért voltak nagyobb élmények, ugye az első hal megfogása, az úgy gondolom ebben vetekszik, de minden évnek megvan a maga sikere. Eddig legnagyobb személyes siker? Eddig legnagyobb személyes siker, az egy másik vizen történt, az egy 20,55 dekás tőpontja. Mint horgászversenyző, mire lenne a legbüszkébb, mi a szíve vágya, mit kifogni? Hát, megmondom őszintén, nekem a szívem vágya nem az, hogy kilogramba történne ez, hanem inkább az, hogy mindenki becsülje ezt a vizet, és mindenki úgy fogja fel, hogy ennek a víznek, a halaknak, az utódainknak is kelleni fog. Felhívjuk nézőink figyelmét, hogy Földvár mozaik adásunk után a Légy ma gyerek című sorozatunkat kísérhetik nyomon. Ma esti adásunk bármikor megtekinthető internetes oldalunkon. A Káber Televízión ismétléssel péntek este 8, illetve vasárnap délelőtt 10 órától jelentkezünk. Új anyagot egy hét múlva kedden ugyanebben az időpontban láthatnak. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!